Szeptember 8-án ismét vadvasárnapot tartanak a Sóstó Vadvédelmi Központban. Délelőtt 10 órától állatorvosi bemutatók várják a látogatókat, a gondozás alatt álló vadállatokat is meg lehet nézni, valamint a fecske búcsúztatón különböző érdekességeket lehet megtudni a fecskékről, például azt, hogy általában kis boldogasszony napja, vagyis szeptember 8-a körül indulnak el hazánkból vándorútjukra, illetve hogy fogságban nem szaporodnak tovább. Csete Gábor, a Városgondokság természetvédelmi szakmai vezetője elárulta, hogy ezen kívül még két programmal készülnek a közönség számára. Szeptember 21-én mesetúra, előtte 11-én pedig naplemente túra várja az érdeklődőket. Egy nyugodt esti séta, tényleg a lenyugvó nap fényeiben, és azt gondolom, akkor nagyon sok madár is visszatér már a pihenésből, és hát az egész napos táplálkozásból, és akkor pihenés következik számára, és sok mindenkit meg lehet figyelni, és ilyenkor kilátó pontokból is egy tök szép perspektíva van a tóra. A mesetúra valamilyen népmesére vagy ökomesére épít, és ezek alapján zajlanak az események, melyek nagyon népszerűek a családok körében. Én arra ösztönzök mindenkit, hogy látogassa meg a Sóstó programjait, mert tényleg arra törekszünk, hogy minél több élménnyel térhessen haza, aki hozzánk ellátogat, és nyilván az ismeretterjesztés és a környezeti nevelés az egyik legfontosabb, amit képviselni szeretnénk itt Sóstón, úgyhogy tényleg jöjjön el mindenki, és tapasztalja meg, milyen egy ilyen programon részt venni. A programok és a túrák tehát ismét különleges élményt kínálnak az érdeklődők számára, az előzetes regisztráció pedig bárki számára elérhető a www.sostoszekesfehervar.hu programok honlapján.